Best for Soil. A talaj szerves anyag tartalma. Üdvözlöm! Alfred Grant vagyok. Ez a Best for Soil videó a talaj szerves anyagának témájába vezet be. Tárgyalja annak előnyeit, azt, hogy a saját földeden hogyan tudod megnövelni a talaj anyagának védelmét és szintjét. A videó végén az itt tárgyalt témakörökkel kapcsolatban további információt találsz. Nézd meg a Best for Soil többi, komposztról és más talajegészségügyi témákról szóló videóit is. A talaj szerves anyagtartalma elsősorban szénből áll, amelyet a talajban lévő növényi és állati maradványokból származó, a bomlás különböző szakaszaiban lévő anyag határoz meg. Európa legtöbb megművel területén a talaj szerves anyagtartalma 1-6%-ot ér el, és minél hidegebb az éghajlat és a talaj, annál magasabb a talaj szerves anyag tartalma. Ezért Észak-Európában a talaj több szerves anyagot tárol, mint Dél-Európában. A talaj szerves anyaga óriási hatással bír a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira, és így a talaj különféle funkcióira is. Figyelembe véve ezeket a tényeket, a talajszerves anyaga fontos szerepet játszik a talaj, a gazdák, a társadalom, a környezet és az éghajlat számára. A talajszerves anyagának egyik fizikai előnye a konzisztencia stabilitása, amely csökkenti a kéregképződést, javítja a vízelvezetést, a porusok méretét és a levegő ellátást. A visszatartó képesség a talajszerves anyag tartalmának növelésével is javul. Ezek a jellemzők rendkívül fontosak, ha figyelembe vesszük a változó éghajlattal járó súlyos időjárási események növekvő gyakoriságát. A talaj szerves anyagtartalmának növekedésével járó előnyök a kémiai tulajdonságok szempontjából a magasabb kation cserélő képességével járnak. Ez a talaj azon képessége, hogy vonza és tárolja a fontos tápanyagokat. Ennek eredményeként a tápanyagok a növények számára dinamikusabban állnak rendelkezésre. A talajszerves anyagának egyik legfontosabb jellemzője, hogy támogatja a talajorganizmusait, ami végső soron a mezőgazdasági termelő javát szolgálja. A szerves anyag a mikrobáknak szolgáló élelmiszer, amely növeli a mikrobiális aktivitást, ami a legfontosabb tényező a talaj eredetű betegségek leküzdésében. A talajszerves anyag tartalma ugyanakkor egyben élőhely is, elősegítve a talaj mikrobáinak sokféleségét. A talajszerves anyagának a talaj különböző tulajdonságaira gyakorolt hatása csökkenti a növények stressz szintjét, fokozza a talaj ellenálló képességét és a talaj képességét a különböző talajfunkciók ellátására, még nehéz körülmények között is, mint például asszály, heves esőzés. Az összes fizikai, kémiai és biológiai hatás mellett a talajszerves anyag tartalmának növekedése hozzájárulhat az éghajlatváltozás enyhítéséhez, ez pedig növeli a talajok szín megkötő képességét. Tehát melyik módszert tartják a leghatékonyabbnak egyrészt a talaj szervesanyag vesztésének elkerülése, másrészt a talaj szervesanyag anyag tartalmának fenntartása vagy akár növelésére? Hogyan tudjuk nem csak megóvni a talaj meglévő szerves anyag hanem új szerves anyagokkal is dúsítani a talajt? Mielőtt tovább mennénk a megfelelő stratégia kiválasztásához, tanulmányozd a talaj anyag mérlegét. Ezt kiszámíthatod a Best for Soil adatlap segítségével. Alapvetően három típusú talaj anyag van. Könnyen oldódó, stabil és közepesen stabil szerves anyag. Mindegyik típusnak megvannak a saját funkciói, amelyek mindegyike fontos. Ha a talaj szerves anyagáról akarunk gondoskodni, könnyen megvédeni a meglévő talaj szerves anyagát, mint szerves anyagot létrehozni. A megműveléssel az oxigén bekerül a talajba, és felgyorsul a mikrobiális aktivitás. A mikrobák a szerves anyagból táplálkoznak, és szén-dioxidot bocsátanak ki a levegőbe. Noha ez a természetes ciklus része és a növények számára fontos erőforrás, ennek a folyamatnak a túlzott megismétlése nem szükséges, és a talaj szerves anyag szintjének csökkenéséhez vezet. A talaj szerves anyag elvesztésének másik oka az erózió, amikor a felső talajt szél és víz elhordja a mezőről, amivel együtt jelentős mennyiségű szerves anyag is távozik. Az összes növényi törmelék eltávolítása a terepről befolyásolja a talaj szerves anyagának veszteségét a szántóföldön is, mivel ez egyébként védi a talajt az erózió ellen, és friss szerves anyagot szolgáltat a talajnak. Ezért a talajművelés csökkentése, a talaj erózió csökkentése és a növényi maradványok visszaforgatása fontos a talaj szerves anyag szintjének fenntartásához és a talaj szerves anyag veszteségének megakadályozásához. Számos módszer segíthet növelni a talaj szerves anyagának mennyiségét a szántóföldeken. Az egyik legjobb módszer a talaj felületének élő növényekkel történő takarása. Ez a változatos vetésforgó és a takarmány keverékek keverékének megvalósításával érhető el. Ha lehetséges, az évelő szabadföldi növények, mint például lóhere és a lucerna, vagy fű és lóhere keverékek járulnak hozzá a legjobban a talaj szerves anyagának növeléséhez és fenntartásához. Egy másik módszer a szerves anyagok kiszórása a területre. Komposzt, szilárd trágya, szerves trágya és szerek is használhatók, de az újabb anyagok, például a bioszín is jelentős és gyors hatással lehetnek a talaj szerves anyagának növelésére a mezőkön. A bioszén, szerves hulladékok pirolízisével előállított faszén. Szénben gazdag, stabil talajösszetevő, amely évszázadokig is képes fennmaradni. Az állatállományal a szántóföldön tartott takaró vagy évelő növények legeltetése elősegíti a talaj szerves tartalmának növekedését a szántóföldeken. Mérlegeld a kiválasztott nyersanyag típusát. A különféle források és még a növényfajok is eltérő módon befolyásolják a szerves anyag összetételét. Például a könnyen oldódó vagy stabil szerves anyag tartalom növelése érdekében választhatsz fás vagy nem fás fajokat. A talajszerves szintjének emelése a szabadföldön hosszú távú folyamat, amelyhez sok know-how és tapasztalat szükséges. Ha a komposztálással kapcsolatban bővebb tájékoztatást szeretnél, látogass el a Best for Soil honlapjára, ahol az adatlapokon további forrásokat találsz.